Tisztelt plébános, hogy a napjainkban a torinói reper, mint erekje, mennyire vonza az embereket, és történnek-e csodák? És ha történnek csodák, akkor miért nem hallunk ezekről? Hát vonza, mert ha csak arra gondolok, hogy Torinóban szinte non-stopban, amikor ki van állítva a lepel, és nem csak egy másolatot lehet látni, akkor hosszú sor áll, hogy oda jusson, és ott eltöltsen egy pár percet a lepel előtt meg hát nem csak az élő látás ennek a lepelnek az, ami lehetőség, hanem a rengeteg irodalom, ami már megjelent a lepel vizsgálataival kapcsolatban, és ennek is nagyon nagy a, a sok írás van, és sokan érdeklődtek. Most már évtizedek óta nem lanyhul az érdeklődés. Én a lepellel kapcsolatos csodákról nem tudok, úgyhogy erre ilyen tömör rövid a válaszom, soha nem hallottam. Hat érdek oda-vissza mindenek előtt, valóban csoda, hogy megmaradt. Ugyanis ha belegondolunk, micsoda őrült ötlet, egy halotti leplet kezdeni őrizni. De ha még ehhez ráadásul hozzátesszük, hogy ahonnan származik mindenképpen ez a lepel, Izrael földjéről, ott semmiképpen nem volt ajánlatos akár csak hozzáérni valamihez, ami hozzáért egy holttesthez mert attól automatikusan tisztáltalanná lett az ember. És mégis ezt vállalták már az első században, legalábbis hiszem, hogy így igaz, hogy abban a korban, amikor Jézus élt, már féltve őrzött kincs volt ez a, ez a halotti lepel. Tehát ez önmagában nem véletlen, mert hát a véletlen az a jó Isten egyik fedőneve. Tehát itt már beavatkozott a, a mindenható Isten. A vizsgálatok eredményei hát egyrészt megközelítik azt, hogy kimondhassuk, hogy igen, ez minden valószínűség szerint Jézus halotti leple, és ami még izgalmasabb és hátborzongatóbb, amit elszíneződésként és nem lenyomatokként látunk a leplen, az azt is majdhogy nem bizonyítja, hogy ebből a lepelből Jézus föltámadt az előadásomon igyekszem erre kitérni, de ami nekem még kedvesebb, vagy legalább ennyire fontos, két dolog, hogy a lepel vizsgálatainak köszönhetően megerősödhetünk abban a hitünkben például, hogy az a valaki, akinek ez halotti leple volt, az, akit a proféták előre megjövendöltek. Mert minden beteljesedett, amit a proféciákban olvashatunk. Most csak egyetlen szóval utalok arra, hogy mit értek ez alatt nagyon fontosnak. Csontörés nélkül halt meg és ezt szintén majdnem azt mondhatom, hogy csoda. Annyi szenvedésen keresztül menni a lepel szerint is, meg hát egyéb iratokból tudjuk, hogy mi ment keresztül Jézus, és még sincs csontörés. És ugye mivel a proféciák úgy szóltak, hogy csontörés nélkül fog meghalni a fájdalmak embere, tehát fájdalom lesz, de csontörés nem. Ebből következik, hogy kívánom mindenkinek, aki például nem fogadja el Jézust messiásnak, más vallásra gondolok, és nem a kereszténységre, hogy ezen gondolkozzon el. A másik az oltári szentségbe vetett hitünkben való megerősödés. Ugyanis a vérfoltoknak a vizsgálata azt eredményezte, hogy ugyanaz a vércsoportja a torinói halotti lepel szövetei között található vérnek, mint az akármelyik eukarisztikus csodánál. Nem szoktam szinte szándékosan elárulni, hogy mi a vércsoport, mert nem az a lényeges, hogy azt valaki tudja, hogy Jézusnak mi volt a vércsoportja. De az fantasztikus dolog, hogy akár Láncsánóban vagy Ferrarában öm, ugyanaz a vércsoport jelenik meg az oltári szentséggel kapcsolatos csodák alkalmával, mint a torinavi halotti leplen. Az ellenkezője lenne nagyon kellemetlen nekem, mert ha azt mondanám, hogy én hiszem, hogy az oltári szentség is Jézus teste és vére, a lepel is Jézus testének és vérének az őrzője volt, és mégis mondjuk az egyik ás a másik bés vércsoport lenne, akkor ez, hogy finoman mondjam, kellemetlen lenne.